Shani. Oh, Geralt. Good thing you're here. What happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to, either. I didn't know I would be. Found out this morning. Two soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn them down? Just say no? Perhaps I could've. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Can't you reconsider and stay? Geralt, what for? The wedding, the time we've spent together, it was nice. But you have your life and I have mine. This doesn't make sense long term. You know that as well as I do. Well, you take care of yourself. You too, Geralt. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Primathine Shakeslock, claims Olgierd von Everick met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor, where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on Academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the Academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me. You know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Na, hát erre kíváncsi leszek. Mi fog kikerekedni ebből a sztoriból. Mielőtt oda megyünk a végső összecsapásra, még kicsit vizsgáljuk ezt a dolgot. So how are things at the Academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Azt mondja, hogy karakterfejlesztése van is egy pontom. Kezdtünk el ezt. Mondt igazából mindegy. 5 pontot meg ki kell tolnom, de hogy hova, azt fogalmam nem lesz. Ez szerinti kell ide 3. Meg kelleni fog még 2 valahova. Lehet, hogy inkább ebből rakok ki 5-öt. Ja, teljesen mindegy.
Ja, mehetünk. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Radovid már nem is él, gyerekek. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno? Hey? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone. Which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right. De az örök előtt beszélték meg, hogy segít bejutni hátul, ez érdekes. Na mindegy. Hangos volt a gondolatmenet. Még a hónapban szerintem teljesen befejezzük ezt az egész végjátszást. Heart of Stone után majd beleállunk a Blood and Wine-ba. Az ténylegesen hosszabb lesz egy kicsit. Új terület, új helyszínek, új mellékküldetések, az hogy mondjam nektek, jóval terjedelmesebb kiegészítő, mint az a Heart of Stone volt. És akkor, hát utána majd a már fogok írni program, vagy műsor füzetet úgymond, vagy ilyen táblázatot, hogy mikor, mire lehet számítani. 25-ével, ahogy említettem, a Mafia 1 retailt fogom teljes, egésznapos streamben adni, rövid szünetekkel, főleg az első promós napot úgymond. De épp nézegettem, hogy bele fogunk állni majd az AC Odüsszeibe. Mert szerintem egy baromi jó játék. Hoppá. Viszont mellette nézegettem egy régebbi játékot, ami konzolos játék volt elsősorban, de kiadták PC-re is, méghozzá Hellblade 1-et. Jövőre fog érkezni a második része, és mivel még soha nem játszottam vele, lehet, hogy beteszek egy teljes végjátszást, mivel ahogy néztem, az inkább egy ilyen arcade-abb jellegű játék. Nagyon jó sztorival, és az ilyen egy-két napos végjátszása végig lehet pörgetni. Úgyhogy számíthattok arra is, hogy egy ilyen Hellblade végjátszásra pörgetünk a csatornán. Viszont arra készüljetek fel, hogy elég brutális, pszichésen ki tud zökkenteni, ami azt jelenti, hogy hát elég elvont lesz a játék maga stílusában. De én szerintem egyébként jó, nekem tetszenek az ilyen jellegű játékok is. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet.
All right. Be seeing you. Okay, egy pillanat. Oké. Most haladjunk szépen óvatosan. Aha. Úgy látom, hogy ez itt nem lesz olyan egyszerű. Mondjuk a boszorkányvadászokat utálom, úgyhogy nem kíméljük őket. Fel sem tudok tenni már egy pajzsot, mert rögtön nagyon lőnek, imádom az ilyet. Kibaszott íjászok. De miért nem lehet halat enni így? Hogyha kiteszem gyors menübe, meg lehet, akkor bugyut ez a játék ilyen téren, hogy az valami eszméletlen. Most nézzétek meg. Kurvost bajnyát ezt. Interakciók közben meg jó lenne, ha nem tudnának megütni. Ki ez te? Szar boszorkányvadász, aztán még itt leperrizik. Na jó, akkor vigyen a mérgezés. Pöcsömöccse. Nagyon jó. Felmegyünk akkor a tetőre szerintem. Gyaníthatóan. Meghozzá itt körbe. Hát gondolom oda kell átmenni. Várató volt, iha. Ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt így. Rádöntöm az épületet a parasztra. Gyorsan beszéljünk vele, aztán húzzunk innen a vérbe. Mielőtt gond lesz. Tú, nagyon szar épület, az állaga. Itt van egy nyom. És meg sem tudom megnézni. Szóval, what the fuck. Vagy, mert először... Ja nem, ez a törmelék az a... Ezt nem értem egyébként, hogy miért így jelöl ilyenkor, mert... Bejárati ajtónak a törmelék. Ez viszont... Aha, akkor démon. Úgy látszik, hogy a tükörmágusunk az nem Jean, hanem egy démon lesz. Franco? Is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How do you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Mm-hmm. Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it.
What demon? Feigned ignorance. Please, you know. Gaunt old Dim. Evil incarnate. No, most meg tudjuk, hogy ki ő. But he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. És könnyebb lesz a végén a döntés. Igazából jobb is akkor, hogy megcsináltuk ezt a kis... You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant. But not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends. But that's beyond my control. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everick want from you? Curse the day I first set eyes upon the man. And the guest one, yeah. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold, were I only to find out who Gaunter Old Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analyzed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there. Where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land, we call him Gaunter Old Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings, I went blind. Yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims. Thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. Lényegében akkor mégiscsak csal a szerződések folyamán elvileg, mert a végeredmény mindig ugyanaz. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? Told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honored I'd taken such an interest in him. He wished to thank me and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Know anything else about the man? Gaunter Old Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Olgierd signed one of these pacts with him. Brilliant deduction. But have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know, his fortune soured. He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and Odin, a meeting at a crossroads. A wish, a pact,
signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. Odin delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother. Boski. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris. Akkor testvére azért halt meg. Fű, az kemény. So did Olgierd kill his own brother? No, oh no. Deduce, Witcher. Odin acts directly or indirectly. Hmm? Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Aha, tükörmágus csinálta, úgymond az Odin. Ő rendezte az egészet. He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, and medicine can be much harder to find. Durva. Why was all geared out to get rid of Odin? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. Odin grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odin at his own game. Meaning? Odin wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. Huh. Odin left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him and the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Ah, oh, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Gond csak az, hogy rá fog dőlni az épület az emberre. Kiment a körből, aztán az igen. Az igen. Tipikus végső állomás jelenet, srácok. Na jó van, menjünk. Nézzük csak, hát van nála kulcs, igen, gondoltam. A naplója most nem érdekel, haladjunk. Fú, gyerek! Ki kéne innen jutni valahogy. Talán innen. Itt mi van? Itt semmi extra. Na, annak alapján, amit megtudtunk, igazából nem is lesz ilyen nehéz a döntés. Mert mint kiderült, az Odin ez egy démon, és igazából jópofák ezek a kívánságok, de minden egyes paktum, amit köt, az valamilyen utomódon átverés. És igazából nem azt adja, amire vállalkoznak, úgymond ezek a emberek, akik elfogadják. És így a lelküket megszerzi, úgyhogy Odin ellen fogunk dönteni a következőkben. Úgyhogy segítünk Olgiernek megszabadulni tőle. Be kellene menni a barlangba, mi? Jó, átmegyünk itt a hídon.
kuszunk egyet. Előtte lemeditálok, mert nem tudom, hogy mennyire fogja elvenni a potiaimat megint ez a szerencsétlen. Az animáció során, úgyhogy... Most csinálok is gyorsan egy meditációt reggelig. Nagyszerű. És akkor már csak... Amikor valamilyen harc lesz, akkor fogom újra megvinni ezeket a dolgokat. És értem ezt a... Ja, Istenem, de jó. Hála jó Istennek, hogy ide jöttetek, bazd meg. Nagyon jó. Köcsögló se akart az előbb ide jönni, meg várták, amíg szétdarálnak a farkasok. Na de majd most. Nilfgaardi katonák. Nagyon jó. Banditák tábora. Hát ezt mondjuk megcsinálom. Mert ha már itt vagyok mellette, akkor miért ne? Csak ahhoz nekem kell egy queen. Hihetetlen. Na végre. Az a durva, hogy végigvisszük a játékot, aztán meg nem sokára jön belőle a felújított változat grafikailag, amit hivatalosan a CD Projekt Red fog készíteni és kiadni, és ugye pont a új generációs konzolok miatt. De aki korábban megvásárolta a játékot PC-n, az megkapja ingyen ezt. Úgyhogy meglátjuk még, hogy mi lesz a jövő. Nem mostanában, de majd fogunk lehet csinálni még egy ilyen nekirugaszkodást a dolognak. De hogyha lehet, akkor már pluszos gameben. Jelenlegi felszereléssel. De azt mondom, hogy a kettő között még rengeteg tartalom el fog telni, mivel ez most itt a végén nem vagyok hajlandó még egyszer nekiállni. Nem azért, mert hogy unalmas, hanem egyrészt most láttuk, meg volt. Azért teljen el között a jó pár hónap, hogy újra nekirugaszkodjunk ugyanennek a témakörnek. Hát úgy döntöttem, hogy nem megyünk gyors utazással, mert most jó pofa itt ez a kis császkálás ebben az időben. Inkább tolok egy kis harcot, hogy találunk kincses részeket, azokat felfedezzük. Conjuring!
csúnya volt. Elvesztette a fejét a fiú. Azt mondja, hogy a felszerelésben mi van? Aha, egyetlen egy rúna maradt bent. Lehet, hogy ezekbe is bele kéne raknom a plusz damage-ért, meglátom még. Kell, hogy legyen itt valami kincs. Amit mindjárt meg is keresek. Na de hol a kincs? Jel ez a medál. Állítólag ennél. De ez nem kincs. Ahogy ez se. Aha, itt van valami még. Ez volt a bandita vezér. Jó, kaptunk is egy questet. Ami itt van két lépéssel odébb. Gyanítom itt megint nem, ez Necker. Ez kapott egy szépet hátulról. Na, itt a kincs. Ennyi volt a quest. Mehetünk is tovább. Run, Roach. Farkasokkal nem vagyok hajlandó foglalkozni most. Ebben a minutumban. Vagyunk a bejáratnál. Csinálunk egy gyors mentést. És akkor indulunk a végső küldetés teljesítésére. Most már csak az utat kell megtalálnunk. Fasza. Na itt már égnek a lámpák, vagy a tüzek jobban mondva. Ezt gondolom nem véletlenül. Ki van világítva a terület számunkra. Na és meg is jöttünk. Ugye korábban már jártunk erre, és akkor meg is említettem, hogy ez fontos helyszín lesz. Emlékeztem rá, hogy nem véletlenül. Heart of Stone-nak a végső jelenete. Strange choice of locale. Guessing there's a reason for it. Wasn't me who chose it. I assumed so. Itt a Pali az okos, az átlátja. I believe you have something for me. Fulfilled your third wish. What is this? A canvas, and on it, your house, your wife, and the rose you gave her that day. This is not what I asked for. Phrased your wish wrong. Not the first time. And it's been my downfall. So beautiful. She looks alive. She is, in a way. Iris painted this, then entered it. What?
How? I don't know. She loved you. Maybe she just wanted to be close again. She wished to be close. After all that passed. Iris, what a mess we made of it all. If I'd only known then how it would end. What's happening? I feel as though... as though... a hot iron's pierced my chest. Sorry to have kept you waiting. So glad to see everyone's made it. How do you feel, Von Everick? A little less troubled? Lighter in the heart? Odim, what do you want? What do you mean, what? Your soul. You forget. The pact states you can take it only once you've fulfilled 3 wishes, and... and we stand together on the moon. Well, what do you know? What? No. We had a pact. The moon is there. There! Not here. I gave you what you wished for. Here, on the moon, our contract you fulfill. Horse. You cheated me. I never cheat. Na szóval, hogy megbeszéltük, Olgiadot fogom támogatni. Do not interfere, Witcher. Remember what I did to the last fool who interrupted me. You grant wishes, right? Grant mine and release him. He must repay his debt. Let him go, and I'll take it on. We'll call it mine. You wish to give your soul for his? No, but we can play for them. I lose, you take mine and Olgierd's. But if I win, you release us both. What do you propose we play? Gwent? Don't know. Maybe we can bet on a challenge. You know I'm good at accomplishing the impossible. Seen me do it. Very well. But we shall do this my way. Nagyon jó. Itt az ideje akkor, hogy legyőzzük ezt az alantas démont. What's happening? Azok utána még kiderültek róla. So let us play. I shall tell you a riddle. Solve it, and both you and Olgierd will be free. Nagyon jó. And if I don't? Then we'll all three go for a wild ride. It's what you proposed, is it not? The riddle. Let me hear it. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle me and ogle me till you're insane, but no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me, elders take fright, fair maids rejoice and spin. Cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I shall grin. What was that supposed to be? Az fasza. You tell me, what am I? Remélem, nem időre kell dönteni, mert... You're going down. We shall see, my friend.
You must find me before the sand and the hourglass runs out. Aha. Ready? Let's begin. Szóval nem válasz kell, hanem valami tárgyilakos dolog. És időre fog menni. És nem enged menteni, hogy tögölj meg. Na, erre lehet csak menni, úgyhogy megyünk erre. What is this place? És telik az idő, talán most nem enged menteni. Ez egy balfasz. Jó, gyorsan akkor ígyjuk be a cuccainkat, mert kelleni fog. Az biztos. Ez jó. Ez is jó, meg kell egy kis regeneráció, nagyon jó. Plusz kaja. De azt tudok itt kint is. Oké. Mehetünk is. Na nézzük. Itt az első próba talán. De nem biztos. Úgy látom, hogy itt nincs lófas se. Igazából nem látok itt nagyon semmit. Aha! Ott van pár kísértet. Gyorsan rakjunk fel a kísértet olajat, és mehet a balhé. Na, takarodjatok, mekkorákat sebeznek ezek, baszki. Durva. Viszont én se ütök kicsit. Na, aha, itt az első helyszínünk. Cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I too shall grin. Something that repeats all I do. Maybe an echo? Echo. No dice. You can't possibly ogle an echo. Children delight in me. Elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep. Okay. Yawn and I sleep. Smile and I too shall grin. Valószínűleg nem. Jó, megyünk át a hidon. Egyelőre ennyi lesz történet. Azt mondja, hogy lehet menni egyenesen. És jobbra. Nézzük meg a jobb oldalt. Mik ezek a helyek, te jó Isten. Elég elvonta egyébként a Witcherben ez a rész. Az egész kiegészítő. Ahogy valaki segítségért kiabál, nézzük, hogy pontosan miről is van szó. Aha, ott a csaj, ki az? Megyek én, csak nehéz a mászás. Ez a Shani, hogy került az ide? Ez nem az. Csak a démon szórakozik. Az egy rohadék. Most csak szarházi. Na, mindegy. Kérdés az most, hogy hova kéne menni. Basszátok, meg ezer fele lehet menni. Nézzük meg, itt is vannak fények. Kifosztás. Mi ez? Kincses barlang? Úgy néz ki. Kérdés, hogy az... Unable to resist a few shiny coins. I truly expected more of you. Especially since time is short. Azzal lehet, hogy csak le akar lassítani. Hát, mindegy. De... Jó, menjünk.
Rattul nem emlékeztem egyébként már erre az egészre. Ugyanakkor... itt is van valami? Itt is van bizony. Oh, awful. You're doing terribly. Remember. Kísértet. Ismét. Örülök neki. Na jó van, gyerekek, elmentek az anyátokba, ti. Oké. Hátulról az igazi, gyorsan nézzük, hogy itt mi van. Telik az idő és szarul állunk. To all I appertain, by some am shunned and disdained. Could be family, I guess. Wouldn't match much else in the riddle, though. Repeat the riddle. To all things and men I am. Gyorsan, gyorsan, gyorsan haladjunk. Ezer fel lehet menni, basszátok meg. Fondle and ogle me till you're insane. But no blow can harm me, cause me pain. Mi van itt? Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and a mirror. Itt a tükör. So this is where you're hiding. Hoppá! Come now. You didn't expect it to be that easy, did you? Meg lesz ez. Ott is van egy tükör. Ez nem az. So you say, yet I wait and wait and nothing. Itt is van egy. Point for me. Ott is van egy tükör, de nem. Szerintem... mi történt itt? Baszki. Bezáródott a cucc. Az gond. Gotta be some mirror here you won't shatter. Lejárt az időm. Ez gáz. Jó, azt kezdhetem előről, ez szopó állarc. Jó, bekaphatod, mert menten is engedett ilyen egy szar egy helyet. Pöcs. Na. Kezdhetem előről a butaságot. Jó, még kaját ezt nem raktam be. Milyen kaját tegyünk? Ez jó lesz. What is this place? You like it? Na viszont most már tudjuk, hogy hova kell menni. Rögtön tudok menni a házhoz, úgyhogy nem állunk meg bohóckodni semmi mással. A lényeget viszont meg kell, hogy öljem. Fel tudok tenni egy pajzsot, nem ütnek össze-vissza. Na, jövünk tovább. My world, my rules. Hát ez a démon egy rohadék. Kérdés, hogy erre mi van? Nem megyek le most kincseket lootolászni, mert megy vele az idő. Azt a kurva életbe. Kibaszott pajzsot nem tudok felrakni, mert mindig megütni.
Adlok neki, hogy húzzuk az időt. Na végre. Itt mi van? What is it about swords that turns men into other things? Jó, találtam egy kardot, nagyon fasza. Erre mi van? Lehet, hogy érdemes lesz ezt többször megcsinálni. Mert úgy tudni fogom, hogy mi merre van. Ránézek gyorsan erre a kardra, hogy volt értelme kilútolni, vagy nem. Micsoda! Kritikus sebzés 75, 10 kritikus találat esély. Bolondok vagytok? Bazd meg! Hát, hogyha meghalok, ezért biztos, hogy ide fogok jönni, mert ez jobb, mint a medvekard. Azt kurva. Már bocs, de ez durva. Ez a kard, ez durva. Na, mi van itt? Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Children and young folk like swings. Could be scary to old folk too. Doesn't fit the other verses though. Így van, a többi rész, ez nem jó. Viszont itt van a ház. Some am shunned and disdained. Fondle and ogle me till you're insane. But no blow can harm me, cause me pain. De egyébként tök egyértelmű a válasz, hogyha belegondoltok, mert az a tükörkép lesz. Egyrészt ennek a mániákusnak az a kedvence. A gyerekek szeretik, az idősek utálják, nem véletlenül ugye, az öregedés miatt. Úgyhogy szerintem a tükörkép lesz a válasz. Na, rohadj meg, te hülye. Oké. Okay. Ezt meg se nézem. Megyünk be a házba rögtön, mert még fél időnél se járunk. Megszereztem a Witcher kardot, igazság szerint ennél ne jobb nem is kell. Ennek örülök, hogy megtaláltam. Ha jó anyádat. You didn't expect it to be that easy, did you? Ez szakadék. De gyorsan a tükröket újra végigjárom. A szőszerűleg ez dióta. Feljövök először most itt. Itt is van egy tükör. Itt is megtalálok nyomorék. Itt is van egy. So you say, yet I wait and wait. There gotta be someone here who wants. Won't shatter. Maybe there's a way to bring it back. Seek and ye- rushing water behind this wall. Break down the wall and the water will rush through here. Meg lesz, amit keresünk. Na, most végzünk ezzel a mocskos nyomorúta. Majd a víz adja a tükörképet. Nem véletlenül pusztította a tükröket. Tükörkép nem stimmel, nincsen szemüveg rajta. Kár, hogy ebből nem értünk semmit, de... az lejött, hogy akkor mi nyertünk. Úgyhogy lényegében igazán volt a válasz a tükörkép. Érdekes. So, any better? Yeah, thanks. Wine's revived me a bit. This plonk could revive a corpse. An exquisitely rank vintage. You know what though? It's good at last to taste something real.
So, have at it. Tell me what the blazes just happened. Your brand's gone. Guessing that's a good sign? First off, you tell me what it's like to have a heart of stone. It's wonderful, at the start. You feel no fear, no angst, but also no concern, no care for anyone, not even those you loved. And gradually, you lose them. Well, you know how it ended. What about your senses? Taste, smell? All there. At first, I savored the world like never before. It was stronger, more clear. How's that possible? I did not wish for a heart of stone. That was a mere side effect. I wished to win back Iris's hand and have my fortune restored. And then to live like there was no tomorrow. And thus I lived until I ceased to feel anything at all. What a joy to be done with it. Because I am done, right? Will you tell me what happened? Odim decided to have some fun at my expense. Devised a game I was supposed to lose. Seems he'd forgotten the training you put me through. In doing the undoable. So only to protect myself. In doing so, I put you in harm's way. Forgive me. Well, don't have to worry about him anymore. You're safe and free. I thank you. Though I've no notion what to do with this freedom now. Mira took everything. Everything I loved. All I held dear. Not true. Got your heart back. A bitter victory. Now at last I sense how much I've lost. I have a heart again. Yet all it feels is grief, sadness, and defeat. My life is a ruin. You've handled tougher situations. You'll figure this one out. Got a company of faithful comrades waiting. Got a home, your fortune. No. I cannot live as I did before. So what'll you do? I don't know. But one thing's clear. It's time I took fate into my own hands. Lived life anew. No, az egy jó hozzáállás. And truly, this time. Sounds like a plan. I'll never forget what you did for me, Witcher. I have something for you. You can. And must. This saber's been in my family for generations. Even when I'd lost all else, it remained at my side. Means a great deal to me. All the more reason why I can't take it. Do me the honor. This'll mark the start of my new life. And such a weapon could be right useful to you. Thank you. Király. Ow. Hoppa. Sorry. Mielőtt elvettem, majdnem lágtuk a kezét. You needn't be. I thank you again, Geralt. And good luck on the path. Good luck to you too. Na, srácok, úgy néz ki, hogy a Heart of Stone kiegészítőt is kivégeztük, úgyhogy már csak egy dolog maradt hátra. A Blood and Wine kiegészítő fog következni. De előtte van négy kincskeresős questünk még itt a zónában, úgyhogy azt gyorsan megcsináljuk. És
Szerintem neki is állunk akkor utána a Blood and Wine-nak. Szerintem azt most nem nézzük végig, mert úgyis lesz még belőle. És meg is kaptuk a Blood and Wine-os indító küldit. És elméletileg igen, szintet is léptünk ezzel együtt, de... Nézzük, hogy mit kaptunk. Fegyelmez energiát gyűjt a harc során. És támadás. Hát, ezt a fegyvert, ezt nem fogjuk használni. Jó pofa, de nem. Ez a fegyver viszont baromi jó. Csak gondolom, Vipera iskolát nem is tudunk gyártani. Jól emlékszek, azért is. Ja, azt csak lootolni lehetett. Aha, jól van. Ugyanakkor... Nem kaptunk még plusz questeket. Én arra vagyok kíváncsi. Nem igazán. Na jó van, menjünk akkor. Hagyjuk el a helyszínt. Nem arra, erre. Szerencsére el tudtam kapni. Hát én most itt fogok kimenni, úgy döntöttem. Kitűnő. A lovat nem lehet megint ide hívni, ez valami bug. Nem tudom miért. Viszont, hogy látom, kell majd meditálnom, mert elvették a potiaimat. Egy baromi rossz szokás a játékba. Animációk után levesznek mindent az emberről. És lovat nem lehet hívni. Hát akkor jó van. Igazából át is trekkelem gyorsan a kincskeresős küldiket. Kezdjük is ezzel. Farkas iskola 5-ös. Ja, 5. rész. Felesztés, de ez nem a nagymesteri szerintem. Nagymesteri az elvileg a Blood and Wine-ba lesz. Na mindegy. Aha, van is itt egy. A mocsárnak a tetején. Hol járunk most? Ott járunk. Kéne a ló. Mondom őszintén, az izéket be kéne járni. A kérdőjeleket, de nem is a pénz miatt, hanem felelni az erőhelyeket, mert az mindegyik plusz egy TP-t fog adni, ami ugye a fejlesztésekhez később kelleni fog. Mivel, hogyha át fogunk esni a mutagénes küldin majd, amikor is megnyílik az új képzettségfa, ahogy itt van valami quest. Akkor oda nagyon sok TP kell. Steal much. See any monsters, hey? Sort of, which, we've no need for you. Actually, I see a few monsters. Where? Drummy, damn it, dumber than a hunk of lard you are. He means us. We're common folk. You're the mutant. The epoxy freak. Get him, lads! Szerintem bunyó lesz. És
most jött el a pillanat annak, hogy újraígyunk mindent, plusz feltekerjünk egy embermérget, azt mondja már, fejből tudjuk, mi az, ami kell szerencsére. És még egy kis extrát is odaverünk, hogy haladni tudjunk. Már felejtettem, hogy ez van berakva, de jó lesz. Üss meg, még. Te állat. Shut up and fight. Takarodjál már, bazd meg. Dögölj bele. A kezedet vágom, lett egy nyomorult. Hogy tud én gyorsan megfordulni? Kurva idegesítő. Na. Volt nálunk valami érdemes, amit össze kéne szedni, szerintem lófas se. Van, hagyjuk is fenébe. Az a baj, hogy el kellene. Hogy belútoljak és elmenjek eladni? Hát belútolom őket, killódok velük. Aztán elmegyek eladni, azt akkor utána legalább fog működni a lovam is. Most úgy is megtelek. Mert pénzt meg kell farmolni a következő fejlesztésekhez, majd 40-es szintre. Azt hiszem valahol ott lesz a következő. Itt meg úgy is van gyors utazásunk. Kettőig jó lenne befejezni. Hát kettőig simán befejezem a kincsvadászatot, azt beleállni a Bloodba. Mert aztán 3 órakor lesz egy kis dolgom, úgyhogy akkor majd a streamet leállítom, aztán délután fogom folytatni olyan 5 környékén. Ez 100%. És azt már szerintem este olyan 10-11-ig. Run, Roach. Valamikor neki kell állnom megterveznem a menetrendet is, hogy most már elérhető legyen egy normális időhöz kötött menetrend. Aztán bevezetek pár dolgot. Úgyhogy kicsit majd bővítem, fejlesztem tovább a Twitch oldalamat. Új panelek, vagy hát új panel fog bekerülni ezzel együtt. Csak hogy áttekinthetőbb legyen, hogy mi mikor lesz. Mert ahogy bejönnek a több új játék, ugye olyan itt már így lesz, hogy nem csak egy játékot fogunk játszani, hanem mindig bizonyos napok ki lesznek hegyezve egy-egy játékra. Úgyhogy váltott játékmenet lesz a jövőben. What are you selling? Na nézzük, valahol van nála 8000, úgyhogy itt el lehet adni mindent faszán. Igazából nem is kell ez a sok baromság. Ezt megtartom, az biztos. Páncéltörő az. Ezt a fegyvert megtartom, mert elrakom a ládába, jó lesz ilyen emléknek, vagy nem tudom minek. A többi az... az nem érdekel annyira. Foltest király állarc, Jézus fasza. Ezt
nem is tudtam, hogy ilyet kaptam. Na, mehetünk is tovább. Take care now. Ezek eldobta a kormányt. Fancy again. Ezeken nem ennyi is ré van. Nem sok. Sok mindent ennek nem fogunk eladni, az már biztos. Annyi van nála, hogy kicsit könnyítsek magamon, az mennyi is. Húha, 5 kilót elvisz ez is. Ezt lehet, hogy szét fogom inkább szedetni. Mert dimetriumot ad, és az nekem baromi jó. Küldetés tárgyakat nem adok el, az holziher. Ezek olyan sok helyet nem foglalnak. Bár majd érdemes eladni, mert jó pénz van belőle. Ezek sem foglalnak túl sok helyet. Hát itt általában mindig csak a bőrökkel van probléma ilyen téren. Hát ez... Ja, ezt már nem tudta eladni. Aha. Jó, elfogyott a zsé. Szia. Na, gyorsan bemegyek ide a raktárba, azt lepakolom, ami nem kell. Fasza. Egyelőre a Viper kardot is kipakolom, mert ehhez még kell nekünk 2 darab szint, ez nem most lesz meg. A rúnák sok helyet nem foglalnak, 84, hát ez elegendő lesz, mehetünk a vérbe. Ez így most jó.